Kamupártok, kamujelöltek, kamudemokrácia? Te hiszel a magyarországi választások tisztaságában? Biztos? Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Az igazságtalanságot kevesen szeretik, de még kevesebben tesznek ellene. Ez nem is olyan meglepő. Ki akarna önként egyedül szembe menni az árral? De ha felállsz és hallatod a hangod, simán kiderülhet, hogy nem is vagy egyedül. És ha együtt, egyszerre követeljük, a változás már nem is tűnik olyan elérhetetlennek. Az Eleven Gyár sztória is egy egyszerű beszélgetéssel indult. Emlékszel még arra, amikor a Tiborcféle utcalámpák miatt sötétbe borult az ország? Gyálon nem hagyták annyiban a dolgot. Homoki Andrea felismerte, hogy nem csak őt zavarja, hogy sötétben kell hazabotorkálnia. Több elégedetlen gyári lakossal együtt úgy döntött, hogy tesznek is valamit a változásért. Így alakult meg az Eleven Gyár. A településen nagyon sok emberrel találkoztam, beszélgettem, felmértem azt, hogy milyen jellegű problémák lehetnek itt a településünkön. És hát próbáltam keresni olyan embereket, akiket érdekel ez a közösség, és tulajdonképpen együtt választottuk ki ezek közül a közvilágítást, illetve mellette még a járda problémákat, amivel elsőként szerettünk volna foglalkozni. Minden vasárnap ugye kint vagyunk a gyári piacon, és ott az egyik alkalommal, amikor én voltam kint, találkoztam egy olyan gyári lakossal, akinek ez problémát is okozott, tehát hogy ő konkrétan elesett, és ugye a térdét felsértette, és sérülése származott ebből. Nem mindig voltam aktív tagja az Eleven Gyárnak, de megtetszett az, ahogyan ők dolgoznak, és az, amit csinálnak. Pár akcióba bekapcsolódtam. Se lámpa, se járda, se látni, se járni. Egy A4-es papírra ezt a szlogent kinyomtattuk, mécseseket vettünk, és kimentünk olyan helyszínekre, ahol hiányoztak a lámpák, sötét volt, és még a járdák is rosszak voltak, balesetveszélyesek, stb. Ugye fotókat készítettünk, és ezt megosztottuk helyi Facebook csoportokba. Aztán utána olyan köveket, ahol ugye a beton szétporlat, és a kövek állnak ki a földből, és az aztán igazán balesetveszélyes, na ezeket festettük be, és csináltunk ilyen éjszakai járdakommandózást, ami annyiból állt, hogy egy bizonyos területen megtisztítottuk a járdafelületet a gaztól, és utána betonnal szépen kiöntöttük, beleraktuk az Eleven Gyár logóját, meg ilyen világító kövekkel, hogy ilyen is lehetne. És egy picit azt hiszem, hogy forduló pont volt abból a szempontból, hogy megéreztük a közösség erejét. Adatkikérésbe kikértük a mellékleteket, de hát ugye azt a választ kaptuk, hogy üzleti titok. Folyamatosan próbáltunk az önkormányzattal is kommunikálni, és ennek érdekében kiválasztottunk 12 olyan címet, ahol szintén rossz a járda és sötét van, és kértük, hogy oda szereljenek fel lámpatestet. És ebből a 12-ből 3 helyre felszereltek, 9-et elutasítottak. Azzal az indokkal, hogy szerintük megfelelő ott a közvilágítás. Ezek után mi lefotóztuk, hogy milyen az, ahol van lámpa, és milyen az, ahol nincsen. Illetve megírtuk, hogy van egy olyan társaság, hogy világítástechnikai társaság, és hogy akkor méressenek fényt. Tehát, hogy mi azt állítjuk, hogy szerintünk nem jó a közvilágítás, ők azt mondják, hogy szerintük jó, akkor tessék. Na most erre nem kaptunk semmilyen választ, és ezek után mi úgy döntöttünk, hogy kiválasztottunk abból a 9 címből 2-t, ahol mi megrendeltük ezt a bizonyos fénymérést. Tulajdonképpen a fénymérés és a megkapott jegyzőkönyv az teljesen minket igazolt. A Civil Kollégium Alapítványnak a pályázata adott egy anyagi keretet, amiből mi ezt meg tudtuk finanszírozni. Ez egy olyan pályázat, ami nyilvános és közösségszervező közösségek pályázhatnak egy másfél éves periódusra, hogy támogassák egyrészt ugye a közösségszervező fizetését, másrészt pedig valamilyen anyagi keretet is adnak, például ilyen szakértői vizsgálatokra, vagy nyomtatás hirdetési költségekre, tehát hogy ilyen jellegű anyagi keret áll rendelkezésre. És hogy mi újság a lámpákkal? Bár a helyiek többsége azóta is romantikus félhomályban botorkál haza, az Eleven Gyár csoport több helyi ügyben is elérte,
hogy az önkormányzat lépéseket tegyen a változásért. Nekik is köszönhető, hogy a gyáli polgármester ma már online fogadóórákat tart, de ami még ennél is fontosabb, hogy megmutatták a gyáliaknak, hogy érdemes összefogni. Évvégén pedig volt a közmeghallgatás, ahol mi ugye újra elmentünk, és két tagunk felszólalt ezen a közmeghallgatáson, és többek között például átadtuk ezt a jegyzőkönyvet ugye a képviselőtestületnek, illetve a polgármester úrnak, valamint csináltattunk ki egy kis mini logózott zseblámpát, eleven gyár felirattal, amit ugye szintén kiosztottunk, hogyha olyan helyen járnának, ahol sötét van, akkor hajrá, használják. Én szeretek futni, és igyekszem ezt rendszerességgel csinálni. Én ezt ugye általában munka per egyetem után szoktam, és ezért ugye ez általában a sötétedés után történik. Természetesen van okostelefonom, amivel tudok világítani futás közben, de ez nem annyira komfortos, már gondolkoztam egy fejlámpán is egyébként, mert az erősebb lenne, mint a sima utcai lámpák, ugyanis nagyon sokszor volt olyan, hogy a szemetet kutyának néztem, és majdnem visszafordultam. Ha te is látsz olyan problémákat a környezetedben, amik mellett nem tudsz szó nélkül elmenni, ne tartsd magadba. Beszélgess, szerveződj, és mutassátok meg együtt, hogy milyen helyen szeretnétek élni. Használjátok a TASZ eszközeit, hogy a döntéshozók biztosan meghallják a hangotokat. Találkozzunk a következő részben, amikor kiderül, milyen, ha jól működik a kommunikáció választott vezetőinkkel. Mostanában hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy jól működő demokrácia nem az ők és a mi állandó boxmeccse. Helyi választásoknál sem arról van szó, hogy egy uralkodó csoportra szavazunk, akik utána a következő választásokig azt csinálnak, amit akarnak. Az önkormányzati választások, mint amilyen az őszi is, valójában arról szólnak, hogy felelős képviselőket választunk magunk közül. Olyan embereket, mint a gimis töri tanárod, a Sarki Virágos, vagy te magad, akikről elhisszük, hogy az elkövetkezendő 5 évben a mi érdekeinket fogják képviselni. És mivel az a dolguk, hogy minket, választókat képviseljenek, valahogy el is kell mondanunk nekik, hogy milyen problémákat látunk a környezetünkben. Én itt lakom nem messze, és feltűnt nekem ennek az utcának a felújítása során, hogy ez nem lett olyan tökéletes. Megmutatom, mi az, ami nem tetszik. Nem csak nekem, másoknak sem. Ha megnézzük a járda és az úttest közötti részeket, hát akkor ez ilyen, ahogy itt ez látszik. Mert például ez az oszlop környéke, ahogy kinézhet. Ugye a cél az lenne, hogy egy városiasabb környezetet alakítsunk ki. Hát ez mindennek inéz, csak nem városias környezet. Meg felkeresték Szotter urat, aki el is jött, és beszélgetett velük, de ennyit tudok a dologról. Igen, tehát, hogy azért hozzá eljutott ilyen jelzés, mert megkeresték konkrét problémákkal, hogy miért olyan, miért nem szebb. De választ kaptak? Hát néhány helyen történt kisebb intézkedés, máshol meg nem. Jó napot kívánok! Mutatom a népeknek, hogy milyen ez a kocsi felhajtó. És ezt a szép füvet kiültette? Gondoltam. Bizony. Az önkormányzat, amit ültett, majd lejjebb meglátja, tele van parlagfűvel. Mikor jön az eső, nagy körösültről tessék oda nézni, oda emelkedik. Minden jön ide. A Kisván utcáról minden ide jön, a garázsba, meg hátra... Befolyik? Micsoda? Befolyik, ugye? Micsoda? Befolyik a napon. Hát a múltkor a vízóra aknámba ment a víz. Az utolsó esőnél. Felháborító. Ön megkereste már a helyi képviselőjét ezzel kapcsolatban? Kijött egy nagyképű úr, nem tudom, ő valami vezető volt, szóltam neki, olyan hangnemben beszélt az emberrel. De az építők, a kivitelezők között. Nem tudom, milyen kocsival volt, egy nagyon nagyképű, öntelt, leszarom, ez volt a válasz, menjen be az önkormányzatba. Írunk egy közérdekű beadványt? Én nem írok már semmit. De én megírom, csak ön segít, csak az segít, aláírja nekem, adja a kis nevét, hogy a maga feljáróját csinálják meg. Nem szeretné? Tessék, jó, én ebben tudok segíteni. Én meg azt mondom, hogy úgy kellene ezt a munkát átadni, ahogy minimum volt. Ezt szeretném elérni. Minimum volt. Hát ezt szeretném elérni. De én nem akarok senkinek neki menni, ez felháborító. De ez nem neki menés. Nem neki menés, hanem alapvetően jelzi, hogy mi választani? Biztos. Hát de akkor mi fog változni, semmi. Ha nem jön, ugye? Eladjuk a házat.
Tényleg? Semmi. El akar költözni, nem mondja. Komolyan. Nem olyan rossz hely ez. És miért nem gondolja, hogy önne, ha ezt jelezni, akkor de, lenne megoldás? Nem megyek én bele ebbe ilyen dolgokba már. De nem, én az Eleven Gyána civil csoportnak vagyok az önkéntese, és mi rengeteg beadványt adunk az önkormányzathoz, és kapunk mindig választ, és én azt remélem, van, hogy van most értelme? Ezt az egész... Van értelme. Ezt az egész utcát felnőttem. És ezt szeretném, hogyha helyrehoznak. De ezt hogy lehet megengedni? De ehhez önök is kellenének. Azt hinnéd, hogy egy képviselőnek púp a hátán egy ilyen megkeresés? Van bár hivatalos formaság, de a képviselőddel kapcsolatban lépni általában egyáltalán nem egy nagy kaland. Nézd el a településed önkormányzatának honlapjára, és deríts ki, hogy ki a te választókerületed területi képviselője. Ha megvan, egyszerűen hívd fel, üzenj neki a megadott e-mail címen, vagy menj el a fogadó órájára. Az Ady Endre utca végigjárása után most a tapasztalataimat szeretném megosztani a területi képviselőjelöltekkel, ezért fel fogom hívni őket, és igyekszem majd időpontot egyeztetni. Szép napot, Kármán Örs! Ó, jó napot kívánok! Én pedig Berenyi Ildikó vagyok, és akkor te Kármán Örssel beszélek. Így van. Én az egyes választókerületnek az egyik lakója vagyok Gyálon, és az ügyben szerintem önt most, mint képviselőjelöltet keresem meg. Tudunk most egy pár percet beszélni? Természetesen tudunk hát. Köszönöm. Azért kerestem meg önt, mert én végeztem egy felmérést, én az Eleven Gyál civil csoportnak vagyok az egyik önkéntese, és én végeztem egy felmérést az Ady Endre utcában, mert úgy éreztem, hogy az Ady Endre utca felújítása nem sikerült túl jól. Megkérdeztem... Igen, hát ez így történt, igen. Ó, akkor ebben már is egyetért. Hát, na, ezt kellene egy kicsit megbeszélnünk részletesebben, illetve más egyéb a választókerületet érintő problémákat, hogyha ön hajlandó egy személyes találkozóra velem. Lehet erről szó? Erről a problémáról, a problémakörről más választókkal is beszéltem, és nagyon sok helyen visszatér. Én szerintem ez egy fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy beszélgetés minimum elér egy jó kávé mellett, vagy valami. Ó, köszönöm szépen! Hétfő délután. Jó, esetleg még ezt pontosítjuk telefonon, jó? Természetesen. 17-17.30 között. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra. Persze a képviselők nem mindig segítőkészek, de ekkor is van lehetőséget közérdekű bejelentést tenni, amire kötelességük válaszolni. A TASZ honlapján adunk pár tippet az induláshoz, hogy az üzenetet biztosan elérje a célját. Ahogy ráfordulunk az önkormányzati választásokra, vélhetően egyre több jogsértéssel fogunk találkozni. A következő részben megnézheted, hogy milyen lépéseket tehetsz, ha a Fair Play híve vagy. Tudod, mi a helyi újságotok címe? Ha nagyobb településen laksz, az önkormányzatod biztosan megjelentet ilyen lapot, de sok városban tévéadó is van. Ezek rendszerint önkormányzati költségvetésből működnek, ami azt jelenti, hogy együtt szépen összedobjuk a pénzt azért, hogy legyenek olyan felületek, ahonnan hallhatunk a település dolgairól. A probléma ott kezdődik, ha ez a tájékoztatás nem pártatlan. Ez mindig felháborító, de kampányidőszakban egyenesen jogsértő is. Kinyitottam az újságot, és azzal szembesültem, igaz, még ki se kellett nyitni a címlapon már, hogy a jelenlegi országgyűlési képviselő szerepel a címlapján, és ahogy lapoztam tovább, azt tapasztaltam, hogy mindenhol ő szerepel, tehát, hogy körülbelül 5 oldalon szerepelt fotóval, 2 oldalas interjú készült vele, hogy az elmúlt 4 évben milyen tevékenységet folytatott, és nézegettem, hogy hát, ha a többiek is megjelennek. De hát erre nem került sor, és hát, hogy is mondjam, finoman és szépen, egy kicsit elszállt az agyam, és akkor rögtön úgy döntöttem, hogy valamit megpróbálok lépni, és számon kérem azokat, akik ezért a felelősek lehetnek, az újság szerkesztőjét, a gyáli
polgármestert gondoltam, ne legyen titok, úgyhogy bevettem az országgyűlési képviselőt is, aki szerepelt számtalanszor az újságban, és mindenkit, akit az újságon belül megtaláltam, mint forrás. Igazából én azt tartottam méltánytalannak, hogy ha már nem jelentettek meg egy külön számot, amiben mindenkinek egyforma helyet biztosítanak, aki jelöltként szerepelne a körzetben, akkor mindenképpen vizsgálják ki, hogy hogy ítélik ezt meg. Majd 9. hó 7-én, az első levelem 3. hó 22-én ment el, tehát szeptember 7-én megint írtam valamennyi korábbi címzetnek, hogy esetleg, ha választ kapnék, ez az ő álláspontjuk, hogy az teljesen természetes dolog, hogy egy országgyűlési képviselő beszámol a 4 év munkájáról, az eredményeiről, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, és hát a többi képviselő is kapott, a többi jelölt is kapott volna teret, ha jelentkeztek volna, de hát nem jelentkeztek, így aztán ez maradt. Később írtam nekik, hogy hát a válaszuk felháborít, köszönöm szépen, felháborít és elfogadhatatlannak tartom. Egy másik pártnak a helyi önkormányzati képviselője, aki a jogi útra lépett, tehát ő konkrétan a választási irodánál panaszt tett. Áprilisban megjelent, hogy valóban megsértette az újság a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségét. Ha jogsértő kampányolást látsz a helyi médiában, az ellen érdemes rögtön kifogással élned. A legegyszerűbb, ha levelet írsz a helyi választási bizottságnak. Ráadásul ezt nagyon könnyen megteheted, ha letöltöd a mintalevelet a TASZ honlapjáról. A jogsértés ellen tényleg érdemes kifogást emelned. Csak így tudod rákényszeríteni az önkormányzati sajtót a kiegyenlített tájékoztatásra. De akár te magad is tehetsz a sokszínű médiáért. Hát a dolog ott kezdődött, hogy a tavalyi márciusi választások előtti Gyáli Mi Újságban az országgyűlési képviselő úrról egy 6 oldalas anyag jelent meg. Itt például időseket köszönt, a sportolóval fényképezkedik, átad díjat, köszönti az elment, nyugdíjba ment embereket, itt megint időseket köszönt, itt a nővédőnöket köszönti. Teljesen egyoldalú és tűrhetetlen, de ez így megy most már lassan. Talán a rendszerváltás óta minden választásnak úgy megyünk neki, hogy az embereknek fogalmuk nincs itt Gyálon, hogy milyen alternatívák, lehetőségek vannak. Megcsináltam ezt a közmeghallgatásra, ami novemberben volt, ezt a Gyáli Pellengért, a közmeghallgatásra minden képviselőnek. Ami a Gyáli Mi Újságból kimaradt. Ami a Gyáli, címen, igen. És ezeket a cikkeket te írtad akkor. Én. És ezekben a cikkekben általában reagálsz arra, hogy mi az, ami a Gyáli Mi Újság egyes számaiban megjelent? Igen. Hogy meg a tájékoztatásnak a minősége, ugye, hogy megjelenteti, mint például ez a cikk, hogy 18 ezer forinttal fog az embereknek a nyugdíja emelkedni, ami nem igaz. Tehát 18 ezer forinttal fog annak emelkedni, akinek, mit tudom én, 80 vagy 90 ezer forintot meghaladja a nyugdíja. És azt is viccesnek tartom, hogy az embernek a saját pénzén kell tájékoztatnia a saját környezetét. Elvárná az ember, hogy azért van a helyi újság közpénzen fenntartva. Tehát egyszerűen többet érdemelnék, bennünket lopnak meg, én úgy érzem. Valamilyen szinten azt kellene elérni, hogy az alap, amit a város pénzén fenntartanak, az adjon teret minden oldalnak. Tehát ne legyen egy ilyen egyoldalú, kockára vágott tájékoztatás, mert egész egyszerűen dühítő. A választási időszak mindig kemény menet, és némelyik szereplő hajlamos rugalmasan kezelni a szabályokat. Lehet, hogy neked is veszélyben vannak a személyes adataid? A következő részben kiderül. Rendszerváltás ide vagy oda, a magyarországi választások az elmúlt 30 évben sem voltak éppen patyolattiszták. Az utóbbi években pedig különösen sok visszaélésről hallani. Érdemes tehát most októberben is nyitva tartanod a szemed. Ha visszaélés látsz, ne hagyd annyiba, emeld fel a hangod! Mire készülünk most? Tavaly a választásokkor
ígértem az aláírásomat, hogy hány helyen szerepelt az aláírás gyűjtőjének a jelölteknél. És hát kellemetlen meglepetésemre, bár számítottam rá, de nem esett jól, kettő helyet, öt helyen szerepelt a nevem, olyan jelölteknél is, akihez én biztos, hogy nem adtam volna az aláírásomat. És ezügyben én megtettem a feljelentést, és hát most jutottunk el 2019. július 31-én odáig, hogy tanulmányfogat hallgatásra tudok elmenni. Jó sokáig voltál! Szia! Hát alapos az ügyintéző, a nyomozó hölgy. Az egyik az még hasonlít, de van olyan, ahol a középső nevemet is kiírták, és én azt például az aláírásomban nem használom. Hát meg is mutatták neked az íveket. Így van. Persze. Nagyon korrekt volt az ügyintéző hölgy, a nyomozó hölgy. Azt mondták, hogy még ma, illetve holnap még lesznek kihallgatások az ügyben. Körülbelül egy hét, mire ki tud rendelni írásszakértőt, és akkor két hónap minimum, amíg ülnek rajta, de inkább három, tehát amíg az írásszakértő dolgozik, és akkor utána várható bármi fejlemény. Krisztina esete egyáltalán nem egyedi. A választások idején simán benne van a pakliban, hogy a te ajánlásoddal is visszaélnek. Ezt a helyi választási irodánál egy gyors kérdéssel könnyen kideríthetед. Érdemes résen lenni, mert némelyik párt ilyenkor bármit megtesz azért, hogy megszerezze a szükséges mennyiségű aláírást. A 2018-as országgyűlési választások során, illetve azt megelőzően egészen hajmeresztő történeteket hallhattunk a többes ajánlás kapcsán. Volt olyan, hogy már elhunyt személyek kerültek fel az ajánlóívekre, de én azt gondolom, hogy még ezt is felülmúlja az az eset, amikor az adatvédelmi hatóság elnökének adatai kerültek fel egy ajánlóívre, tehát pontosan annak a szervnek az elnökéjé, aki a személyes adatok védelméért felel. Ő maga egyébként azt mondta, hogy nagyjából közel két évtizede nem írt alá egyetlen pártnak sem ajánlást, úgyhogy teljes rejtély, hogy hogyan kerülhetett az ajánlás a pártok visszaélő birtokába. Másrészt még nagyon jól mutatja ez a példa azt, hogy mennyire sebezhető egy olyan rendszer, ahol még egy ilyen személyi adatait is meg tudják szerezni és visszaélhetnek vele. A másik érdekes kérdés, ami itt felmerül, hogy ugyan a választási irodák miért nem tudják kiszűrni a csalásokat és a kamu ajánlásokat. Nagyon egyszerű erre a magyarázat, ők annyit néznek meg, hogy formálisan, formailag rendben van-e az ajánlás. Tehát például nem tudják azt ellenőrizni, hogy az adott aláírás az tényleg ahhoz a személyhez köthető-e. A választói adatbázisban nincsen aláírás minta. Tehát a választási bizottság az úgy mondhatni érzéssel néha tudja azt mondani, hogy ez lehetséges, hogy nem egy eredeti, de hát megalapozottan ezt nem tudja állítani semmire. Ennek a teljes konklúziója szerintem az, hogy a rendőrség azért sem tudja ezt megelőzni, mert ők már réges-rég azután kezdenek el nyomozni, amikor már nyilvántartásba vették a jelöltet, elindulhat a választáson, tehát túl sokra nem mennek vele. Az ajánlásokkal való kavarás még csak nem is a legcifrább visszaélés, amellyel kampányidőszakban találkozhatsz. A választások idején a simán etikátlan kampányolástól az egészen nyilvánvaló jogsértésekig sok mindennel találkozhatsz. Nézd minket legközelebb is, amikor kiderül, hogyan jelentkezhetsz te is a Szavazatszámláló Bizottságba. Még mindig sokan vannak, akik vakon hisznek a választások tisztaságában. Mások viszont inkább úgy vannak vele, hogy az a biztos, ha a saját szemüket győződnek meg arról, hogy minden rendben megy a voksolásnál. Itt javarészt egy egész napos munkáról van szó. Reggel korán kell érkezni, körülbelül egy fél órával a szavazókör nyitása előtt, hogy addig mindent el tudjatok rendezni, be tudjatok rendezkedni a terembe, meg tudjátok nézni az urnákat. Ezt követően megérkeznek a kedves szavazópolgárok, őket a névjegyzékből azonosítod a személyazonosító okmány, lakcímkártya alapján, aláírják a névjegyzéket, ezt követően megkapják tőletek a szavazólapot, a tollat és egy borítékot, amivel ő elvonul és leadja a voksát, majd elhelyezi azt az urnába.
Este 7 órakor van az urnazárás. Urnazárás után kezdődik igazából a ti lényegi munkátok. Itt gyakorlatilag az urnákat kibontjátok, minden egyes szavazatot kibontatok, azokat szépen jelöltenként vagy pártonként, attól függ, melyik választásról van szó, szétválogatjátok és megszámoljátok. Ezeket minimum 2-szer számoljátok, valamint egyeztetitek a névjegyzéknek a tartalmával, hogy aki aláírta, nyilvánvalóan annyi szavazat kell, hogy benne legyen a legvégén az urnába. Ha ez egyezik, akkor minden rendben van. Ha nem, akkor erről jegyzőkönyvet kell felvegyetek. Ezt követően még néhány hitelesítés van, a szavazatokat visszacsomagoljátok a dobozba, lezárjátok, ellátjátok egy címkével, amire bélyegző kerül és aláírás kerül, majd elszállítják a szavazatokat a helyi választási bizottsághoz. Majd egy jó hosszú nap után, amikor már kellőképpen elfáradtatok, akkor mehettek csak haza pihenni. Ehhez szükséges, hogy a helyi választási iroda megadja a jelzést, hogy akkor mehettek. A következő nap azt megkapjátok pihenőnek. Hiába munkanap, az önkormányzat ki fogja fizetni a munkáltatótoknak azt a napi díjat, ami arra a napra a ti munkabéretek lenne, így hát lesz egy hosszú napotok, hogy pihenjetek utána. Szavazatszámlálónak mind a pártoknál is tudsz jelentkezni, az általad választott pártnál, civil szervezetnél vagy független jelöltnél. De ugyanezt megteheted a Számoljunk Együttnél is, velük meg tudod beszélni, hogy kiknek a nevében számolnál szavazatokat. A Számoljuk Együtt mozgalmat a országgyűlési választások előtt hoztuk létre 2018-ban. Célunk, hogy független szavazatszámlálók legyenek minden szavazókörben. Hozzátok jelentkeznek maguk az állampolgárok, felkészítitek őket, és utána valamelyik párthoz delegáljátok, ami mondjuk az ő értékrendjének megfelel, és el tudja fogadni, hogy annak a pártnak a színeiben legyen szavazatszámláló bizottság? Hát körülbelül így, igen. Tehát mi független civil szavazatszámlálókat toborzunk. Ezen kívül tudunk segíteni például most az önkormányzati választásokon, azoknak a jelölteknek és polgármester jelölteknek, tehát egyéni képviselő jelölteknek és polgármester jelölteknek, akiknek felkészítési problémái vannak, illetve szavazatszámlálóval állnak nem túl jól. Mi elsősorban arra próbáljuk a fókuszt tenni, hogy akár delegált, akár választott, akár elnök helyettes valaki a szavazatszámláló bizottságban, ugyanannyi joga van mindenkinek. Az ő joga az is, hogy minden olyan szabálytalanságot, amit észlel, azt szóvá tegyen, sőt, jegyzőkönyvet vetessen föl róla, illetve ne hagyja magát lesöpörni bárki által. A kívülálló lehet, hogy úgy képzeli el, hogy ehhez kell valami bátorság, vagy asszertivitás, vagy valami olyan képesség, hogyha én látok valami jogszerűtlenséget, vagy csak egy kérdést tennék fel, mert nem értem, hogy akkor most hogyan működik, akkor ahhoz legyen más szám feltenni, kellenek ilyen képességeket? Hát bizony, ez nem árta van. Nem kell agresszívnek lenni semmiképpen, tehát azok a szavazatszámláló bizottságban, még ha nem is értünk velük egyet, azok nekünk munkatársaink. Mi ott hivatalos személyek vagyunk, tehát meg nem fognak minket verni, ki nem fognak minket onnan tessékelni, tehát minden jogunk megvan, hogy részt vegyünk ebben a munkában, de nyilván, hogy észszerű keretek között mindenképpen kooperálunk, mindenképpen együttműködünk, hiszen a közös célunk az, hogy ez a választás tiszta legyen. Nem az a célunk, hogy valaki nyerjen, nem az a célunk, hogy valakit bedöngöljünk a betonba, az a célunk, hogy tiszta legyen a választás. Oké, aznap talán kicsit korán kell kelni, de hosszú távon csak ez a fajta civil kontroll, ami segíthet kikényszeríteni, hogy a politika úgy általában is tisztességes keretek között folyjon. És talán ezért nem olyan nagy ár az a hajnali ébresztő. Ha első körben nem érzed késznek magad arra, hogy jelentkezz a szavazatszámláló bizottságba, semmi gond. Van más módja is annak, hogy civilként bekapcsolódj a helyi politikába. Tarts velünk legközelebb is, hogy megtudd, mit tehetsz te a tisztább kampányokért. Néha úgy tűnik, mintha egyes politikusok maguk is elhinnék, hogy a kampányban mindent szabad. Jó, persze, a választások előtt tényleg felfokozott a hangulat, de a szabály ilyenkor is szabály.
Ha kampányidőszakban megtűröd a jogszerűtlen vagy simán csak erkölcstelen húzásokat, azzal te is bátorítod a sportszerűtlen politikusokat. Márpedig így mind rosszabbul járunk. Mi egyesületünk a Változást akarunk gyöngyös, amit röviden csak úgy hívunk, hogy vagy. Ez a rövidített neve. Ő elindult az önkormányzati választásokon, 6 képviselőjelöltel. Úgy terveztük, hogy azt a programot, meg a jelöltjeinket, azt saját gyártású hirdetőoszlopokkal fogjuk bemutatni. 6 darab olyan raklapból összeállított, kiállító paravánt akartunk kihelyezni, ahol a eddigi munkákat akartak bemutatni, amire nem kaptuk engedélyt. Ezen a 6 darabon kívül 32 darab háromszög keresztmetszetű 1,8 méter magas OSB labból készült hirdetőoszlopot terveztük azt, hogy készítünk, és ezt a 32 darabot az egész városba akartuk elhelyezni. Tehát azokban a körzetekből az a 6 jelöltünk fog indulni. Augusztus 15-én adtuk be a 6 darab raklapos kiállító állványra a területfogási igényt, szeptember 2-án pedig a hirdetőoszlopokra. Uh-huh. És az önkormányzatnak elvileg erre 15 napos határideje lett volna, de mivel 15 nap alatt semmiféle választ nem kaptunk, és akkor fordultam a TASZ-hoz segítségért, mert itt szemmel láthatóan a mi hátrányunkra egy jogsértés történik. Tehát szándékos és tervezett késlekedés folyik ebbe az ügybe, hogy mi megkapjuk ezeket a területfoglalási engedélyeket. Érdemes azt tudni, hogy a választási kampány összesen 50 napos, és ebből az 50 napból az önkormányzat az eljárásával körülbelül 30-35 napot már elfogyasztott. Mi azt tanácsoltuk Nagy Róbertnek, illetve hát megírtuk neki azt a választási kifogást, amit ő benyújtott a helyi választási bizottsághoz, mondván, hogy ez az eljárás, amit ők most lefolytattak, ez nem veszi figyelembe a választási eljárásról szóló törvénynek az alapelveit, és ezzel megakadályozza azt, hogy ő kampányt folytasson gyöngyösen. Nem csak arról van itt szó, hogy ő, mint jelölt, hozzáfér-e bizonyos felületekhez, hanem arról is szó van, hogy a választópolgárok értesülnek arról, hogy kik a jelöltek és kik közül választhatnak. Hogyha ezt az önkormányzat elszabotálja, akkor egyszerűen nem lesz a választópolgároknak arról tudomása, hogy kik közül választhatnak október 13-án. Mivel mi most a törletfoglalási engedélyeket nem kaptuk meg ezeknek a tartószlopokra, ezekre a tartószlopokra, amik ez a plakátokra kihelyezhetni, most kénytelen leszünk ezeket a városban található régi kiállított felületeket használni, és így van egy helyet, de ugye ez egy éppenséggel még egy október 14-ét eseményt meghirdető plakát, tehát nekünk most éppen süsüsárkánt kellene lefakarnunk a jelöltjeinkkel, hogyha azt a plakátot úgy szeretnénk kihelyezni, ahogy mi azt elterveztük. És akkor ez az az utca, ahol elvileg kint van a hirdető tábláknak a 50%-a. Igen, tehát ez egyetlen utcában található. Nagyon jól lehet látni talán ebből a oldalból is, hogy az az úriember foglalja el ennek a oszlopnak a teljes felületét szinte, aki nekünk nem engedélyezte a saját oszlopoknak a kihelyezését. Tehát ő a jelenlegi polgármester. Igen, ő a jelenlegi polgármester, és tőle kaptuk meg a elutasító választ a területfoglalási engedélyekre. Kampányidőszakban nem ritka, hogy a politikusok még ennél is tovább mennek. Már az is jogsértő lehet, ha egy párt rossz helyre teszi a plakátjait. De a kampány hevében előfordulnak ennél sokkal súlyosabb sztorik is. Villanyoszlopokra helyeztünk ki plakátokat magasra, de ezeket most már valakik eltüntették a kampány ideje alatt. Hol vagyunk? Ez a toronyház? Ez a gyöngyösi híres toronyház, igen. És ennek a parkolójában ide helyeztünk ki 5 darab plakátot, USB lapra ráragasztva, így van. És ez hát én körülbelül 2,5-3 méter magasan volt, tehát hogy az ember le akarja szedni, akkor azt a létrát kellett cipelni a vállán, mert mi is csak azzal tudtuk felrakni. És ennek itt hűlt helye van. Itt egy kétoldalas tábla volt, egyik oldalon a Varga Anikónak a képe, aki ennek a körzetnek a jelöltje, a mi jelöltünk. Másik oldalon pedig az a jelmondatunk, hogy a lopás ellen vagyunk. Uh-huh. Tehát itt eltűnt, de... Akkor erre helyeztétek ki? Arra? Igen, arra, és ott pedig látjuk, hogy ott van lenne a földön ledobva a tábla. Uh-huh. Olyan magasra helyeztük fel ezeket, hogy létrával. Tehát ezt tervezetten, eszközzel lehet csak onnan eltüntetni. Ezt is eltéphették. Visszaélések nem csak a kampányban, hanem konkrétan a választás napján is történnek. Ha szeretnéd ezeket megakadályozni, a legjobb, ha személyesen is jelen vagy a voksolásnál.
Tarts velünk a következő részben is, amikor ellátogatunk egy nyilvános képviselőtestületi ülésre. Ha az elejétől fogva nézed a sorozatunkat, biztosan emlékszel még az Eleven Gyár sztoriára. Igen, ők azok, akik a gyári közvilágítás problémáit a helyi önkormányzattal együttműködve szeretnék megoldani. A második részben utána is néztünk, hogy ha neked is van egy ehhez hasonló javaslatod, azt hogyan tudod eljuttatni a képviselőidhez. És hogy honnan fogod tudni, hogy választott képviselőid megvitatják-e a javaslatokat? Hogy milyen döntéseket hoznak? És hogy egyáltalán milyen problémákat tartanak fontosnak? A közösségünknek három tagja bemegy majd a képviselőtestületi ülésre, és fogunk kérni 3 perces felszólalási lehetőséget, hogy ugye elmondjuk, hogy mi az a munka, amit mi elvégeztünk, és mi ez az előterjesztés, ami most előttünk van. Illetve átadjuk azt a közel 1500 aláírást, amit összegyűjtöttünk, amiben ugye a gyáli polgárok támogatják ezt az ügyet. És mit gondolsz, hogy a választás, azt hiszik így utolva önkormányzati választások vannak, az segíti a ti ügyeteket? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát ugye azért tudjuk, hogy most az ígérgetés fázisában vagyunk, és nyilvánvalóan az ő megítélésüknek nem tenne az jót, hogyha nem csak a mi ügyünkkel nem foglalkozna, hanem azzal az 1500 gyáli aláírással, akik velünk együtt kérjük ennek a helyzetnek a javítását. Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtóképviselőit is, és vendégeinket is. Ezt a közvilágítást már ideje lenne, hogyha mindenki beismerni, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Én azt kérném a testülettől, hogy az eredeti előterjesztőnek egy 3 percben adjuk meg a szót, hogy a véleményét Az előterjesztőnek ismerjük a véleményét, hiszen több helyen, több fórumon, tévében, rádióban, lakossági beszámolóban mindenit megtette. Én azt gondolom, hogy van itt egy előterjesztés, nekünk erről kell dönteni. Gondolnám, hogy most újabbokat tudna erre a kapcsolatban leadni. Köszönöm szépen. Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Végülnek adom meg a szót. Hát én azt gondolnám, hogy azért 3 percet megér. Ez az 1494 darab aláírásnak a sorsa. Lássuk azt, hogy 1894 darab aláírás. 1494. Tessék, ide van, mint megújítani. Följelződnek, és akkor majd le fogják elrendelni. Ezek részben elektronikus, részben papír alapú aláírás. Ezek nem aláírások, ez egy lista. Ez egy lista. De ez nem aláírás. Szeretném megmutatni a képviselőtársaimnak, ezt hívjuk 1450 aláírásnak. Egy aláírást nem látok ezen, itt még csak címek sincsenek, csak különböző betűk, nevek és irányító számok. Ennyi. Köszönjük szépen. Utólag ezt nem fogom átadni. Ez az a része, ami papír alapon van, de ez része pedig elektronikus aláírás. Köszönjük szépen. Tehát nem csak. Ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Végül adom meg a szót. Én csak azt kértem, hogy adjuk meg a szót 3 percben, már is többet beszéltünk egyébként. Köszönjük szépen, ha még valami érdemes oda szót. Meg fogjuk szavazni, hogy adunk-e szót lenne. Jó? Köszönöm szépen. Két nem, két igen. Köszönöm szépen. A bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Hát ugye az történt, hogy az egyik ellenzéki képviselő kérte, hogy ezt kapjuk meg, és történjen erről szavazás. Ami számomra döbbenetes volt, hogy a polgármester úr első reakciója az az volt, hogy megszavaztatni sem gondolta szükségesnek ezt a lehetőséget. Én akkor feltettem a kezemet. Tehát nekem szót nem adhatnak, de hogy ugye kötelesen igen, megszavazni. Igen. Tehát ez ebben a formában teljesen úgy gondolom jogsértő lett volna. Aztán valószínűleg ezt nem is figyeltem, hogy eszébe juttatták, vagy hogy ennek ez a hivatalos módja.
de hát ismerjük ennek a képviselőtestületnek a működését, és szerintem ez most nagyon jól látszott, miután polgármester úr kinyilvánította a saját véleményét, onnantól kezdve a fideszes képviselők dolga csak a gombnyomással ennek a támogatása, úgyhogy onnantól kezdve ez eléggé egyértelmű volt, hogy itt már hozzászólási lehetőség nem lesz, úgyhogy én ezt a részét sikertelennek értékelem, azt, hogy erről készült egy felvétel, meg egyébként az egész működéséről, és ez nyilvánosságot kaphat, ilyen formában talán először, azt viszont sikernek értékelem, meg azt is, hogy átadhattuk végül is az aláírásainkat, amit ugye, bár sikerült egy kicsit, hogy mondjam szépen, lealázni, de ettől függetlenül azért eljutott. Egy képviselőtestületi nyilvános ülés vagy önkormányzati közmeghallgatás teljesen nyílt esemény, amin bárki részt vehet. Ezért nem csak akkor érdemes elmenned, ha valamilyen ügyben változást próbálsz elérni, hanem hogy a saját szemeddel is lásd, hogyan dolgoznak választott politikusaink. Így kiderülhet az is, hogy ki mennyire képviseli valóban a helyi közösség érdekeit. Nyakunkon az önkormányzati választások, de még van pár napod arra, hogy utána járj jelöltjeid programjának, és olyan képviselőt és polgármester támogass, aki megfelelő választ ad a téged érintő kérdésekre. Élj a demokrácia adta jogoddal, és menj el szavazni október 13-án. Miután leadtad a voksodat, nézd minket élőben a TASZ Facebook oldalán, ahol a választási forródrótunk munkájába is betekinthetsz. Sziasztok, én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a TASZ választási blogsorozatának utolsó epizódja, élőben, innen a Tátra utcából, ahol egész napos forró dróton fogadják a munkatársak a hívásokat. Velünk van Szabó Attila, aki a választási programnak a koordinátora, és megkérdezzük, hogy mi történt eddig itt a mai délelőtt folyamán. Én onnan kezdeném ezt az egészet, hogy nem a mai délelőtt folyamán kezdődött, hanem augusztus 24-én a kampány kezdetével. Indítottuk útjára a választási forródrótunkat, azóta több mint 100 hívás volt, és az a tapasztalatunk a korábbiokhoz hasonlóan, hogy most az utolsó nap van nagyon sok hívás. Ma már, amikor utoljára ránéztem erre a nyilvántartásra, több mint 30 hívásunk volt. Ezen a napon? Vagy ezen a napon nem, ez a nap ma reggel óta. És valószínűleg ez, ahogy közelünk az estéhez, egyre sűrűbb lesz. Már most meghaladtuk bőven az európai parlamenti választásnak a forródrót számait, tehát hogy már sokkal többen hívtak bennünket, mint a májusban, illetve az azt megelőző 50 napban, és most körülbelül ott tartunk, ahol az országgyűlési választásokkor. Tehát, hogy nagyon-nagyon népszerű most a forródrót, nagyon sokan keresik, és kicsit beszélnék arról, hogy... Milyen ügyekkel keresnek? Igen, én sem szerettem volna mondani, hogy azt látjuk, hogy nagyon sok csalás a kapcsolatos bejelentés érkezik, nem csak a forródrúton keresztül, hanem van egy e-mail címünk is, és egy másik online felületünk, a választasz.hu. Azt elmondjuk az e-mail címet, meg a telefonszámot? Persze. Vagy a nézők közül is valaki találkozik ilyen választási csalással? Tehát akkor háromféle módon lehet minket elérni. Az egyik az, hogyha valaki felmegy a választasz.hu oldalra, ott van egy panasz oldal, ahová be lehet írni a problémát, lehet képeket mellékelni, stb. Azt is közvetlenül megkapjuk, lehet írni a választás@tasz.hu e-mail címre, étkezet nélkül, azt is közvetlenül megkapjuk, és lehet hívni a 0630 757 2055-ös számot. Ez egyébként fent van a Facebook oldalunkon, a honlapunkon, tehát nem kell most megjegyezni, bármikor könnyen kikereshető. És ezen a három csatornán érkeznek be hozzánk a megkeresések. Sok olyan van, amiben mi tudunk is segíteni, tehát mondjuk tudunk segíteni abban, hogy valaki választási kifogást írjon, ami az egyik legbevettebb jogorvoslati eljárás a választásban. Tudunk abban tanácsot adni, hogy hogyan lehet büntetőfeljelentést tenni, hogyha valaki választási csalást észlel, és nagyon sok technikai kérdés érkezik be hozzánk. Ki szavazhat, hol szavazhat, hogyan kérhet mozgóurnát, stb. Azt ilyenkor, de hogy mondjuk a mai napon is érkezik még olyan, hogy kérhet mozgóurnát, azt már meg kellett rendelni. Hát a mozgóurnát ma délig lehetett mozgóurnát igényelni, nyilván, hogyha ma történik valakivel reggel valamilyen sajnálatos baleset, akkor ő még ezt meg tudta tenni telefonon, vagy meghatalmazott útján, hogy mozgóurnát igényel, most már erre nincsen lehetőség. De sok olyan volt, most a technikai alatt olyan kérdésekre gondolok, amikor valaki nem értette, hogy ő miért nem szavazhat, sok olyan, most mondok egy olyan esetet, ami az elmúlt napokban több is volt, és azt gondoljuk, hogy ez egy strukturális probléma. Magyar állampolgárok hozzátartoz új, akik külföldiek egyébként,
tudom, magyar állampolgár, akinek a felesége mondjuk ukrán állampolgár. Mm. Ők nekik van egy speciális tartózkodási joguk Magyarországon, és többen voltak, akik sérelmezték, hogy nem szavazhatnak, miközben más külföldiek, például az Európai Unió állampolgárai pedig szavazhatnak, és akkor mit lehet ebben az esetben tenni? Tehát ezek ilyen technikai kérdések. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon sok embert érint, próbálunk rá megoldást találni, hogyha valakinek ilyen probléma van, keressen bennünket, mert van ötletünk ennek a megoldására. De nem ezek az igazán súlyos ügyek a választással kapcsolatban. A csalásokat említetted. Igen, nagyon sok, hát ezt nyilván aki néz most bennünket a sajtóban is tudja, hogy nagyon sok olyan eset van, és azt gondolom, hogy ez az önkormányzati választásnak az egyedisége, hogy szavazatokat vásárolnak. Nyilván ilyen van az országgyűlési választáson, és szerintem kevesebb van ilyen az európai parlamenti választáson, de az önkormányzati választáson, ahol ott van helyben az, aki érintett, amit akit meg kell választani. Nagyon sok ilyen van, ezt most írják is, legtöbb ilyen esetben nem hívnak, hanem leírják ezeket a történeteket, nagyon sokan anonimitást kérnek, így mi nem annyira fogunk tudni segíteni, pláne akkor nem, hogyha nem teszik, mert nem vállalják annak a felelősségét, hogy megtegyék a büntető feljelentést. Én azért senkit nem hibáztatok, mert el tudom képzelni, hogy azokon a helyeken, ahol ez történik, hát ez következményekkel. De akkor mit lehet tenni? Mondjuk én elmegyek szavazni, és azt látom, hogy a szavazó körzetemnek a környékén valaki, nem tudom, átad egy fehér borítékot, amiben vélhetően pénz van, és megmondja, hogy kire szavazzon az illető. Akkor mit tudok csinálni? Felhívom a TASZ-nak a forró drótját, és... Mi azt fogjuk mondani, hogy gyártson annyi bizonyítékot, amennyit csak lehet, készítsen felvétel. Fotókat. Igen, nyilván ez kell egyfajta bátorság, vagy nem is tudom, elszántság, hogy ezeket az ügyeket leleplezzük. Fotó, videófelvétel, hangfelvétel, bármi. Hogyha nincs egyedül, akkor az is lehet, hogy tanulom, ő maga vesz fel ilyen kvázi tanulmányokat, amiket később be lehet csatolni egy ilyen büntetőfeljelentéshez. De nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket lehessen bizonyítani. Ezekben az ügyekben a rendőrségnek kell nyomoznia, tehát most hiába nyújtani be választási kifogást, a rendőrség nyomozására van szükség, és azt gondoljuk, hogy akkor van esély egy igazán hatékony büntetőjárásra, hogyha minden bizonyítékot, vagy mind a lehető legtöbb bizonyítékot már eleve a rendőrség asztalára teszünk. De akkor azt jól gondolom, hogy ez a választásnak az eredményét nem fogja ma este befolyásolni, hogyha én találkozok ilyennel? Volt ilyen ügyünk az országgyűlési választáson, ott az történt, hogy olyan erősek voltak a bizonyítékok, tehát minden rendelkezésre állt, és ezért még a választási jogot, tehát nem egy büntetőjárásban, hanem a választási jogolvasati eljárásban is be tudtuk ezt tolni. És ott hát két nagyon jól dokumentált eset volt, akik pénzért szavaztak. Egyébként a Hoppá Péterre, a Pécset, a Fidesznek volt a jelöltje az országgyűlési választáson, és ezt a két szavazatot levonták. Tehát nyilván két szavazat nem befolyásolja azt, hogy ki nyeri meg a, nem tudom, budapesti főpolgármesteri tisztet, de el tudom képzelni azt, hogy van olyan település, ahol mondjuk egy választókerületben 300 ember van, és hogyha valaki nagyon jól dokumentálja azt, hogy 30 embert mozgósítottak pénzért, az a 30 szavazat viszont megváltoztathatja az eredményt. Szóval azt gondolom, hogy... De akkor ez ugye később fog kiderülni, amikor ennek az eljárásnak lefut a... Nem, szerintem ez fontos megkülönböztetni. Tehát egyrészt elindulhat egymásra párhuzamosan egy büntetőeljárás, aminek a végén a bíróság megállapítja a bűnösséget, és akkor kiszabja a megfelelő büntetést, és ezzel párhuzamosan indulhat egy választási jogolvasati eljárás. Csak annyi a különbség, hogy a büntetőeljárásban a feljelentés után minden nyomozati munkát a rendőrség fog elvégezni. A másik, a választási jogorvosati eljárásban, ha mi képesek vagyunk arra, hogy minden bizonyítékot a helyi választási bizottság asztalára tegyünk, tehát fotókat, akár hangfelvételeket, tehát minden bizonyítékot, amiből egyértelműen kiderül, hogy X számú szavazat az jogellenes, mert hogy megvásárolták őket, akkor ők azt le tudják vonni, és ezt 3 napon belül kell eldöntsék ezt az ügyet. Uh-huh. Viszont itt tényleg azért nehéz ebben bármit előlépni, mert nagyon kell tudni bizonyítani, tehát ki volt, mikor volt, és ezt alátámasztani, mert ők viszont a helyi választási bizottság nem tud nyomozati munkát végezni. Tehát ez a két eljárás áll rendelkezésnek, ez amit most beszéltem, a választási jogorvoslati eljárás, ennek lehet az az eredménye, hogy levonják a szavazatot, és ez befolyásolja az eredményt. A büntetőjárásnak tényleg, ahogy mondtad, egy-másfél év múlva lesz eredménye, aminek nyilván már akkor nem lehet ilyen jogkövetkezménye. Igen, nagyjából ennyi. És milyen ügyek vannak mondjuk még ezen a szavazatvásárláson kívül, vagy milyen hívások érkeztek ma délelőtt? Hát amiket most én vettem fel délelőtt, az voltak ilyen technikaiak, amikről beszéltem, nem volt pecsét a szavazólapon, nyilván én azt gondolom, hogy egy technikai hiba, a szavazatszámló bizottság nem tudhatja előre, hogy kire szavazna, akinek elfelejtik lepecsételni alapját. És hogy volt több technikai, ami szerintem nagyon érdekes, 22. kerületben
keresett meg bennünket az ott induló polgármesterjelölt azzal, hogy a több szavazókört egybefoglaló iskolaépületben már a bejáratnál ki volt téve egy olyan füzetecske, vagy hát ilyen kampányanyag, ami a most regnáló polgármesternek az elmúlt 5 éves munkáját méltatja. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy ez egy direkt kampánytevékenység, amit jogellenesen végeztek, hiszen nem lehetne a szavazóhelyiségben kampányolni, és mi azt javasoltuk a polgármesterjelöltnek, hogy tegyen választási kifogást is, egyébként meg, hogy mivel ez jogellenes ez a tevékenység, ő maga is összepakolhatja ezeket a füzeteket és elteheti. Szóval, hogy... Tényleg? Mármint, hogy egy állampolgár is megteheti, hogy akkor ezeket... Én azt gondolom, hogy igen, hogyha az jogellenesen van ott, nem értjük, hogy pontosan miért van ott, hogyha ezt nem tulajdonítja el, tehát nem lopás szándékában, nem rongálja meg, nem égeti el, hanem egy félre első helyre teszi be, és utána azokat visszaszolgáltatja, vagy segít ezt visszaadni a tulajdonosának, akkor ő nem követelez el jogsértést, és egyébként meg egy ilyen véleményes jogkérdésben pedig a kedvező irányba mozdítja elő azt az állapotot. Szerintem igen, arrébb lehet itt az, hogy nyilván nem tépheti le, nem tépheti szét, nem égetheti el, mert az valaki másnak a tulajdona, de arrébb tenni, arrébb teheti. Köszönjük szépen, szerintem menjünk át és nézzük meg az irodában a kollégákat, hogy hogyan dolgoznak, és hogy hát ha beérkezik egy hívás is, és akkor ezt meg tudjuk hallgatni. Jó. Elmutatod, hogy hol vagyunk? Gyertek. Csendben is hallgatom, hogy ne zavarjunk senkit, megnézzük, hogy hogyan dolgoznak a TASZ munkatársai itt a Forró Drót környékén. Hol van a Forró Drót? Melyik készülők jelenleg a Forró Drót? Egyedül az asztalon a Forró Drót. És volt most hívás? Esetleg elmondod, Gyula? Persze. Ez nem olyan szokványos hívás, volt egy külföldi lány. Egy EU-s állampolgár, akik ő tudott szavazni, viszont pár barátja, akik szintén EU-s állampolgárok, és van regisztrált magyarországi lakcímük, nem tudtak, és akkor emiatt érdeklődött, hogy mit lehetne csinálni. És mit tanácsoltál neki? Hát ugye mert a névjegyzék azon már nem lehet változtatni, szóval hogyha nincs meg benne, akkor ők már nem fogják tudni leadni a szavazatukat, de esetleg utána, tehát a hosszú távra nézve utána lehet nézni, hogy miért. Hogy administratív hiba történt, vagy miért nem voltak benne a névjegyzékben. Mm-hmm. De ez mondjuk nekünk is tudni kell, hogy tényleg van-e lakcímkártyájuk, tényleg regisztráltak el, tehát hogy... És ezek a ritkább hívások? Hát igen, ritkább. Bár volt már, hogy... Vannak egyébként külföldi állampolgárok, akik megkerestek minket, kifejezetten EU-n kívüliek. Tettek hozzánk olyan bejelentést, ami szerint bár itt élnek már 10-15-20-30 éve akár, és korábban mondjuk szavaztak is, most valamiért mégsem engedték ezt nekik. Jó kérdés, hogy ez most azért van, mert a státuszuk változott közben, vagy a jogszabály változott meg, vagy adminisztrációs hiba. És akkor ebben hogyan tudtok segíteni, hogyha ők írnak egy e-mailt, akkor utána foglalkoztok ezzel az üggyel a jövő héten, vagy hogy mi történik ezekkel a bejelentésekkel? Hát az a terv ilyenkor mindig, amikor azt látjuk, hogy nagyon személycsoportot érint egy kérdés, és nem lehet mondjuk választási kifogással megtámadni az adott ügyet, akkor mondjuk a Nemzeti Választási Irodához fordulunk érdeklődve, hogy rendszer szintű problémát találtunk, milyen a megoldás, mi lehet a magyarázat. Volt már erre példa, olyankor kaptunk rá egy többé-kevésbé megnyugtató választ. Oké, köszi. Dalma, esetleg neked van olyan ügyed, amit szívesen magasztasz a nézőkkel? Akár itt, akár aki... Persze, nagyon szívesen. Most éppen azt próbálom kideríteni, hogy ha egy jelölt ráragaszt egy választási plakátot egy másik jelöltnek a plakátjára, akkor milyen jogkövetkezményeket szoktak a gyakorlatban kiszabni vele szemben. Telefonált egy jelölt nekünk, akivel az történt, hogy az ő plakátját valaki ráragasztotta egy másik jelöltnek a plakátjára, ez jogellenes, ez biztosan így van, és őt most 500 ezer forintra bírságolta meg ezért a helyi választási bizottság, és most próbálok keresni a kuriai joggyakorlatban olyan ügyeket, ahol szintén ez történt, ahol szintén valaki felülragasztott egy plakátot, vagy eltakart egy plakátot, és hogy milyen bírságot szabtak ki, vagy kiszabtak-e egyáltalán bírságot, és ez alapján próbálunk majd tanácsot adni ennek a jelöltnek, hogy ő sikeresen tudja bíróságon
azt vitatni, hogy egy nagyon súlyos 500 ezres bírságot szabtak ki rá, és most éppen régi kúriai ítéleteket bújok. Mm-hmm. És egyelőre... És mit gondolsz? Hát egyelőre most amit találtam, abban egy... Ebben, lehet, hogy ez egy jó döntés lesz, csak még nem jutottam el egészen a végére. Ott 1 millió forintot szabtak ki valakire, aki felülragasztott egy plakátot, de azt hiszem, hogy a kúria erre azt mondta, hogy ez túlzás, és most azt próbálom elolvasni, hogy milyen szempontokat kell a bíróságnak vizsgálnia akkor, amikor megállapítja a bírság mértékét, és nagyon bízom benne, hogy például az, hogy aki telefonált a forró drótra, az azt mondta, hogy nem nagyon volt megindokolva a döntés, hogy a döntés indokoltságának hiánya az egy olyan probléma, amit ő majd sikerrel támadhat meg a bíróságon. De ez nagyon sok bekezdésben van itt kifejtve, úgyhogy most nem fogom tudni ezt részletesen elmondani. Ráadásul a gyöngyösi részben, ahol forgattunk ugye a jogsértésekkel kapcsolatban, akkor szintén felmerült az, hogy hova lehet ragasztani a plakátokat. És Attila, ha jól emlékszem, akkor te mondtad, hogy ez tavaly óta változott, hogy engedélyt kell kérni még a villanyoszlop is, ki kell deríteni, hogy kinek a tulajdona, és akkor engedélyt kell kérni, hogy kitehetik-e oda, úgy meg csak meghatározott helyre ragaszthatnak, és ugye ott az volt a probléma, hogy a polgármester jelölt, vagy képviselőjelöltünk volt, aki nem volt már szabad hely, tehát nem tudott hova ragasztani, csak rá tudott volna ragasztani a jelenlegi polgármesternek a plakátjára. Igen, és ez most van egy nagyon nagy fordulat ebben az ügyben, hogy ugye ott az volt az alapprobléma, egyrészt igazad van, amit kérdezel, változott a jogszabály tavaly ősszel, előírja most már, hogy engedélyt kell, illetve hozzájárulást kell kérni annak a tárgynak a tulajdonosától, vagy a fölött rendelkezési joggal bírótól, ahhoz, hogy oda választási plakátot lehessen kitenni. Volt egyébként több ilyen fordulót is megkeresésünk is, például nem emlékszem, hogy melyik településen, de valahogy az autópálya lehajtó fölötti hídra tették ki a polgármester jelöltnek a molinóját, és azt a közútkezelő eltávolította, mert ők nem kérték a közútkezelőtől a hozzájárulás, és akkor mondtunk, hogy ez bizony jogszerűen történt így a tavalyi jogszabályváltozás óta. Tehát bármire plakátolunk, ahhoz a tulajdonosnak, vagy az lehet az önkormányzat, az állam, bármelyik állami szerv, hozzájárulást kell kérni. És nagyon-nagyon ködös a jogszabály, mert nem írták bele, hogy mennyi időn belül kell erre a hozzájárulás kérésre válaszolni, teljesen el lehet szabotálni. Tehát ha valaki 30 napig nem válaszol, akkor eltelt a kampánynak majdnem a kétharmad. Ez hogy ez egy nagyon rossz szabályozás, és mi most nem ezt támadtuk meg abban a gyöngyösi ügyben, hanem ott ugye az volt, hogyha visszaemlékszel, hogy a polgármester jelölt, illetve nem képviselő jelölt, saját maga szeretett volna hirdető berendezéseket kihelyezni a településen, hogy azon tudjon plakátolni. Ez a forradról? Fordulatívásunk, úgyhogy szerintem menjünk ki, és akkor a többiek felveszik a telefont. Vagy megfelelte? Jó, és akkor megnézzük, hogy legalább milyen hívások, ha hallgathatjuk. Tasz választási fordulat, tessék. Igen, figyelek. Megvárjuk a történetet, és akkor utána Attila elmondja, hogy milyen hívás érkezett. Hát, hogyha neki nincsen esküje, nem tette le az esküt, akkor nem fog tudni ott lenni. Tehát egy eskü nélkül nem vehet jelen szavazott számára sem. Nem, az minden egyes szavazott számára, az külön kell delegálni. Tehát, hogy van esküt? Igen, és ezt a jelző nyilván meg fogja tudni mondani. Ha van esküje, akkor ott lehet, ha nincs esküje, akkor nem lehet ott. Mert egyébként, igen, ő a helyi választási irodának a vezetője, és akkor ő meg fogja tudni mondani, hogy tette esküt. És ha nem tette esküt, akkor jogállásán lenne ott. Sajnos, vagy hát sajnos nem sajnos, de igen, mert ezt nem írja. Tehát ugye
a szabad számoló bizottsági delegáltaknak lehetőségük van arra, hogy megfigyeljék a választást, és ezzel ők vagy élnek, vagy nem, és hogy mikor élnek. Tehát, hogy például ön is el tud menni ebédelni, és hogy ebben nincsen, nem szabályozza pontosan a jogszabály, hogy mennyit lehet távol, és így én azt gondolom, hogy igen, jogszerűen lehet ott, hogyha csak a számláláshoz megy oda, akkor is. Persze, persze. Persze, csak nem lesz jó következménye, de persze, ezt a kérhető egy egész idő. Az abszolút, abszolút ebben egyetértünk. Igen, kérdeznek rá, hogy van-e esküje. Igen, igen, ha van esküje, akkor nem, akkor semmiképp. Igen. Igen, így van, így van. Nagyon szívesen. Jó munkát, viszontlátásra. Na, mondod, röviden? Igen, Józsefváros, és az ugye a szavazásnál, hogyha bárki elmegy szavazni, akkor azt láthatja, hogy ott ül a szavazatszámláló bizottság, ennek a tagjainak egy részét az önkormányzat választja, ők a független tagok, és rajta kívül mindenki, a többieket pedig a jelöltek delegálhatják. És itt az egyik jelölt... És itt az egyik pártnak a... Az egyik pártnak a jelöltje, ő... Hát ez egy, ahogy a hölgy mondta, a szavazatszámláló bizottság tag egy kamupárt, most nem nevezem meg, hogy melyik párton van szó, tényleg nem egy országos ismertségű párt. Az ő jelöltjük nem jelent meg egész nap a szavazókörben, tehát nem ment el elvégezni a feladatát. Most délután 4 körül bement, és akkor bent beszélgetett egy kicsit, aztán mondta, hogy neki újra el kell mennie, de majd visszajön a szavazatszámláláskor. És akkor az volt a kérdés, hogy ezt meg lehet tenni szavazatszámlálóként, hogy csak a szavazatszámlálásra jön vissza valaki. És igazából az van, hogy nem szabályozza ennek a részleteit a választási eljárási törvény. Úgyhogy azt tudtam neki mondani, hogy ha letette az esküt, és ő egy felesküdött szavazatszámláló bizottsági tag, akkor megteheti azt is, hogy csak a szavazatszámláláskor vesz részt, és lemondott a lehetőségről, hogy egyébként egész nap megfigyelje a választásnak a tisztaságát. De nem kell egy bizonyos létszámú szavazatszámláló bizottság? De az van, hogyha 3 alá csökken a szavazó körben az SSB tagoknak a száma, akkor fel kell függeszteni a szavazást. Szóval, hogy van ilyen szabály, de itt az van, hogy ugye 3 tagot eleve garantál az önkormányzat, és akkor azon kívül legalább egy hölgy, aki bennünket hívott, tehát erről most nincsen szó semmiképp. Csak ő azt teljesen etikátlannak érezte, hogy valaki úgy vesz részt delegátként, hogy tulajdonképpen egy egész nap nincsen ott, aztán majd a, hát nem tudom, a babérovat learatni, bemenne, hogy ő is számolja a szavazatokat. Tehát igazából az ő pártjának a veszteség, hiszen napközben nem tudta felügyelni a szavazásnak a menetét. Akkor visszatérünk röviden a Gyöngyösi ügyre, hogy akkor ott mi a... Ugye ott az volt, hogy ott tartottunk, hogy a hirdető berendezéseket, mivel nem tudott, tehát ugye az volt az probléma, hogy a Gyöngyösi önkormányzat nem biztosított elég plakátolási helyet a jelölteknek. Ennek a jelöltnek nem volt arra pénze, hogy óriás plakáthelyeket béreljen, ő egy független civil szervezet jelöltje, szóval nincsen mögöttük komoly kampánypénz, csak amennyit ők munkát beletesznek gyakorlatilag, és nem tudott hová plakátolni, és ezért kért közterületfoglalási engedélyt, hogy a saját maga által készített ilyen fából összehácsolt hirdető berendezéseket helyezhesse ki, hogy arra kitegye a kampány idején, nyilván ő után ezt lebontotta volna, kitegye a saját plakátjait, mert minden más hely már foglalt volt, ami ingyenesen elérhető volt. És itt is az történt, hogy ennek sincsen a választási eljárási törvényben szabályozása, hogy hogyan kell erre engedélyt adni. Csak a városnak van egy ilyen rendelete, hogy hogyan lehet köztületet foglalni, és annak megfelelően ezt 30 akárhány napig húzták ezt az ügyet, és a végén városkép jogokra hivatkozva megtagadták tőle. És mi azt gondoljuk, hogy az a szabály, ami a választási eljárási törvénynek van egy ilyen szabálya, hogy az önálló hirdető berendezésekre vonatkozó kérdéseket, azt a városi, vagy hát azt a közterületről szó jogszabályok szabályozhatják. És mi azt gondoljuk, hogy ez alkotmányellenes, mert itt azt jelenti, hogy egy városi rendelet korlátozhatja valakinek a véleményszabadságát a kampányban. Uh-huh. Úgyhogy mi most pénteken végül az Alkotmánybírósághoz fordultunk ebben az ügyben, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy egy másik ügyhöz hasonlóan azt mondja majd ki az Alkotmánybíróság, hogy vagy a jogalkotó a mulasztásban, és dolgozza ki a részletes szabályokat, hogy hogyan kell ezt a választási kampányban, vagy egyszerűen semmisítse meg ezt a választási eljárási törvénynek ezt a bekezdését, és akkor hát ne a köztület használati szabályok vonatkoznak erre, hanem a választási eljárásnak az általános szabály. Szóval valahogy ezt meg kell oldani, mert az nonsense, hogy városi rendeletek felülírják a véleménynyilvánításnak a szabadságát, és így nem tudnak igazából jelöltek kampányolni a kampány. De akkor erre van esély, hogy lesz változás. Igen, mert most volt egy kedvező döntés az Alkotmánybíróságnak, és mi ezt bevártuk, és annak azután, már arra hivatkozva nyújtottuk be a
az alkotmányjogi panaszunkat, úgyhogy erre rátunk rá. De amúgy, ha jól tudom, akkor végül is a képviselőjelöltnek sikerült a saját plakátjait kitenni, hogy egy kis teherautóra felállították az építményt, és parkolási díjat fizettek, és ezzel különböző helyeken parkoltak a városban, úgyhogy kreatív módon valamennyire az utolsó hétre megoldották a látványukat. Dalma, elmondanád, hogy milyen hívás érkezett be, amivel kiszaladtál, ha elmondhatom? Persze, persze. Azzal telefonált egy választópolgár, hogy az ukrán határ mentén lakik, és azt látják a településén, hogy Ukrajna irányából buszokkal érkeznek emberek szavazni, akik nyilvánvalóan nem azon a településen élnek, és csak arra 20 percre jönnek, amíg leadják a szavazatukat. Sajnos több ilyen hívást is kaptunk már az elmúlt napokban is. Ezzel az a probléma, hogy ezek a polgárok, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, és szerepelnek a névjegyzékben, miközben ugye magyar állampolgárságuk is van, teljesen jogszerűen szavaznak. Úgy is, hogy nem ott laknak. Úgy is. Hát igazából az a helyzet, hogy a választás során a szavazatszámláló bizottság nem tud semmiféle ellenőrzést lefolytatni arra, hogy az, aki szerepel a névjegyzékbe, az jogosan szerepel a névjegyzékben. És az, hogy valaki bekerüljön a névjegyzékbe, arra van szükség, hogy legyen magyar állampolgársága, nagykorú legyen, és az adott településen legyen egy lakcíme, legyen egy lakcímkártyájára, amire az van írva, hogy azon a településen lakik. Igazából itt a probléma ott van, hogy nagyon könnyű azoknak a magyar állampolgároknak, akiknek van magyar állampolgársága, de külföldön élnek, magyar lakcímet létesíteni. Ott lehetne megfogni ezt a csalást, hogy amikor ezt létesítik, ezt a lakcímet, az vajon valós-e, hogy ők tényleg ott laknak. Le lehetne ellenőrizni például egy ingatlanban hány ember van bejelentve ott lakóként. De ha ez ott nem történik meg, amikor a lakcímet létesíti, a szavazás napján igazából már nem lehet vele mit kezdeni. Ők teljesen jogszerűen fognak szavazni ma, és a szavazatszámláló bizottságnak pedig semmilyen joga nincs arra, hogy ellenőrizze, hogy ők tényleg Magyarországon laknak-e, vagy tényleg buszoztatták őket, és most érkeztek csak azért, hogy leadják a szavazatukat. Ez egy rendszer szintű probléma, a TASZ régóta foglalkozik ezzel, és azt látjuk, hogy nem egy és nem kettő ilyen település van Magyarországon. Erre megoldás lenne, hogyha nem választási időszakban, hanem azt jóval megelőzően egy jogalkotói reform születne erre a problémára, ami megakadályozza, hogy akár egy ingatlanba több száz embert jelentsenek be, vagy nagyon könnyű legyen azoknak az embereknek, akiknek van külföldi és magyar állampolgársága is, magyar lakcímet létesíteni. Erre, ahogy mondtad, tehát erre a jogalkotó tud megoldást adni, és erre egy rendszer szintű megoldás kell, hiszen ez egy rendszer szintű probléma. Oké, köszi szépen. Köszönjük szépen, hogy néztek minket. Most egy pici időre elköszönünk, de még be fogunk jelentkezni 6 óráig biztosan, hogyha megérkeznek még az izgalmas hívások. Sziasztok! Sziasztok, én Faragó Renáta vagyok ismét, ez pedig a TASZ-nak a választási vlog sorozata, és itt vagyunk még a TASZ irodában, ahol a forró drótunk továbbra is működik, amit ti is hívhattok, a száma 0630 757 2055, és egy kommentben is nyugodtan kérdezzetek minket, de érkezett egy újabb hívás. Bemegyünk az irodába, és megkérdezzük Attilát, hogy milyen hívás érkezett az imént. Sziasztok! Szóval, hogy az volt a probléma, egy kis településre hívtak bennünket, most nem mondom be a településnek a nevét, hogy a választópolgár azt látta, hogy a szavazóhelyiség épületéül szolgáló épületnek a falára helyeztek ki plakátokat, és az volt a kérdés, hogy ez jogszerű-e vagy sem. Mert hogy választási plakátokat nyilván. És akkor elmondtam neki a szabályt, ami az, hogy a szavazóhelyiségben és az annak 150 méteres körzetében nem lehet választási kampánytevékenységet folytatni, de van egy ilyen mentesítő szabály, hogyha már az a választás napja előtt oda került, akkor ezt nem kell leszedni. És ez volt ő igazából nem tudta megmondani, hogy ott volt-e már az a plakát korábban, és akkor elkezdtünk arról beszélni, hogy de hogy az ő tudomása szerint ehhez kell a tulajdonosnak az engedélye, hogy amiről korábban beszéltünk, átláttuk a videót, és mondtam neki, hogy igen, ez így van, és abban maradtunk, hogy holnap ő érdeklődik az önkormányzatnál, nyilván itt a település önkormányzata ennek az óvodának, egyébként egy óvodán a szavazóhelyiség, ő a tulajdonos, és meg fogja kérdezni, hogy adtak-e hozzájárulást a plakátoláshoz, és holnap erről bennünket tájékoztat.
Hogyan lehet azt bizonyítani, hogy ez a plakát kint volt, tehát le kell fotózni, és akkor a fotón látszik a dátum, vagy hogy hogy tudják azt bizonyítani, hogy ez hamarabb került ki, mint a választás napja? Ez nagyon nehéz bizonyítani. Én azt gondolom, hogyha volt korábban ma már ilyen fordult a sívásunk, és ott azt mondtam a minket megkeresőnek, hogy ha van arról legalább 2-3 egy behangszó tanulvállomás, és ezt be tudják csatolni a kifogáshoz, hogy az bizony tegnap még nem volt ott, vagy... Bocsánat, hívás érkezett? Hívás, és ezt is. Jó, akkor ezt tegyük fel, mi meg itt a háttérben. Szóval itt a valomással is lehet ezt rátámasztani, és ez segít. Oké. Okay. Szabó Attila, klassz választási forduló. Szia. Nem, mármint, hogy ez semmi nem befolyásolja az érvényességét. Egyedül a nemzetiségénél kell lezárni, azt elszállítják és máshol számolják, de a nem nemzetiségénél nem, nem para. Igen, igen, alapvetően aki ezt ilyen környezetmérelmi megfontolásból nem ajánlatják, de te kérhetsz, de hogyha nem annak, attól érvényes a szavazatod. Nagyon szívesen. Szia! Arról érdeklődött egy választópolgár, aki most volt szavazni, hogy befolyásolja a szavazatának az érvényességét, hogyha nem kapott borítékot. És mondta neki, hogy nem, attól az még egy érvényes szavazat lesz, illetve mind a három szavazata érvényes lesz. Ő kérhet borítékot, hogyha szeretné. Elvileg ezt fel is kell ajánlják a szavazatszámoló bizottság tagjainak. Valójában azért ez nem ilyen problémát, érvényes lesz a szavazata, azt is be fogják számítani. Ami nagyon fontos, hogy pecsét legyen rajta, mert ilyen, ma volt már ilyen, ezt említettem is korábban, hogy ilyen problémával is kerestek meg bennünket, és ott szólt a választók, hogy kér rá pecsétet, és jaj, úristen, hát ezt elfelejtettem. Jó, köszönjük szépen. Dani, vagy Juli, valamelyik között tud most egy kicsit velünk beszélgetni, hogy a mai nap során milyen hívások érkeztek hozzátok? Átmegyünk a kényelmes kanapés helyiségbe, akkor a többiek addig tudnak dolgozni. Hogyha egy-két ügyről mesélnél, ami mai érkezett, és ilyen izgalmasnak gondolod. Hogyne, sziasztok! A legmeglepőbb ügy számomra az bárcsak az ügynek a, mondjuk így, hogy elkövetési helyét figyelembe véve is nekem nagyon furcsa volt, hogy ilyen Budapesten történik, ahol rendelkezésre kéne, hogy álljon nagyon jól szervezett eszközökkel, jól ellátott infrastruktúrálisan felszerelt választási irodák vannak úgy általában. Tehát a 7. kerületről beszélünk, ahol az történt, hogy egy választópolgár bement szavazni, megkapta a szavazólapot, elindult volna a fülke felé, és hirtelen azt látta, hogy nincsen fülke. Na most elég érdekes, ugye hát nyilván azt szoktuk meg, hogy nem csak, hogy fülke van, hanem az le van az ember függönnyel is, ez így megszokott. Itt ilyen nem volt. Ehelyett a választópolgár azt mondta, hogy valami nagyon érdekes, félbevágott kartondobozos megoldással szembesült, ami gyakorlatilag azt takarta, hogy, illetve azt nem takarta, hogy mit csinál. Négy oldalból, ugye nyilván az egyik oldal nyitott, ahol belép, vagy hát lehet egyáltalán ilyet mondani, hogy belép, odalép a kartondobozhoz. A maradék három oldalból egy hiányzik, és a fennmaradó kettő az pedig ilyen nagyon korlátozottan takarja oldalról azt, hogy ő milyen szavazatot ad le. Tehát ha valaki nagyon szeretné, akkor azt láthatja. Ami számomra különösen meglepő volt, és ugye ezzel kezdtem, hogy azért az anyagellátás, az eszközellátás az nagyvárosokban biztos, hogy teljesen megoldható, és meg is oldott. Ez az egyik meglepő tény nekem, a másik pedig az, hogy 2016-ban már volt egy nagyon hasonló eset, akkor Zuglóban történt emlékeim szerint a népszavazáson, nagyon hasonló hiányos infrastruktúra volt a szavazóhelyiségben, és akkor egyébként a választás tisztaságának alapelve sérült, ezt meg is állapította végül a kúria, tehát a legfelsőbb bírói fórum. Úgyhogy én azt javasoltam a választópolgárnak, hogy egyrészt próbáljon szerezni erről fényképfelvételt, tehát hogyha mondjuk egy másik ismerőse, családtagja megy még szavazni, akkor ő dokumentálja. Lehet fényképet készíteni bent a szavazó? A főszabály szerint ugye nem lehet, viszont egyrészt a sajtóképviselői azok bemehetnek és például felvételt készíthetnek, erre az uglói esetre is így derült fény annak idején.
Másik szabály pedig az, hogy amennyiben valamilyen visszaélés vezetésére szolgál a felvételkészítés, úgy ennek nincsen akadálya, illetve hát el szokták fogadni. És ennek szerinted mi az oka? Tehát, hogyha azt mondod, hogy lett volna rá pénz, hogy legyen függönyös szavazófülke, akkor... Én azt gondolom, hogy figyelmetlenség lehet, legalábbis próbálom jó hiszeműen megközelíteni a helyzetet. A választási eljárási törvény azt írja elő ugye szó szerint, hogy a titkosságot biztosító követelmények, illetve körülményeket kell biztosítani. Hát, most ha ez az ő megítélésük szerint biztosította, én ebben azért teljesen szkeptikus vagyok. Én abban bízom, hogy ugye mivel ez napközben volt ez a hívás, addigra hátra korrigálták, ugyanis ez a telefonáló azt mondta, hogy ő tett az ügyben lépéseket, és remélhetőleg most már nem így kellett szavazni. És akkor milyen lépéseket tudott tenni ebben az ügyben? Több mindenki javasolt. Egyrészt ugye a helyi választási iroda vezetője a jegyző. A helyi választási iroda felelős azért, hogy megfelelőek legyenek a körülmények. Én azt javasoltam, hogy forduljon a jegyzőhöz, telefonon, e-mailben mindenképpen jelezze számára ezt. Másrészt azt, hogy a sajtónak ezt jelezze, mert a legutóbbi zuglói eset is a sajtón keresztül derült ki, kapott nyilvánosságot, és állapították is. Ti biztosítottak amúgy a mai forradót alkalmával ilyen sajtókapcsolatot azoknak, akik szeretnék az ügyüket nyilvánosságra hozni? Így van, tehát hogyha valaki szeretne bármilyen visszaéléssel, csalással, visszásággal kapcsolatban lépni a sajtó munkatársaival, akkor nekik azt javasoljuk, hogy forduljanak hozzánk választáskukac.hu e-mail címen, és miután át fogjuk adni azoknak az újságíróknak az elérhetőségét, akikhez ők fordulnak a történetükkel. Nagyon fontos, hogy akár anonim módon, tehát egyáltalán nem szükséges felfedni a kilétüket, hogyha tartanának bármilyen következménytől, regisztráljanak akkor egy olyan e-mail címet, ami nem az ő nevükben nem történik, nem az ő nevüket tükrözi. Oké, köszi. Van esetleg még valami más, hogy amit szívesen megosztasz? Pár mondatban még nézete? Arról gondolom, Attila erről már beszélt az elején, hogy, hogy sajnos számszerűleg nagyon sok hívást kapunk kifejezett effektív választási csalásokról. Ezeket úgy kell elképzelni, ami a sajtóban rendszeresen kering. Hát nem kell nagyon meglepődni ugye azon, hogy a szavazatvásárlásnak különböző formái azok nagyon elterjedtek. Elsősorban... De nagyon drágán adják, nem? Vagy sajtóból azt tudjuk meg, igen, hogy emelkedik a tarifa, most így van, és abban az a különösen megdöbbentő számomra, hogy a szavazatvásárlásnak ezek a klasszikus formái, amikor valamilyen élelmiszert vagy alkoholt adnak a szavazatért cserébe, az inkább a kis településeken volt eddig bevett. Ehhez képest a sajtóból azt is tudjuk, hogy Budapest 8. kerületében készpénzes fizetés van, és így próbálják becsábítani egyes jelöltek, jelölőszervezetek a saját oldalukra a szavazókat. Nyilvánvaló, hogy ez mind-mind nem csak a választási eljárási törvényt sérti, hanem ez bűncselekményt is valósít meg. És az Attila elmondta, hogy a legjobb ilyenkor, hogyha azt tesszük, hogy rögtön értesítjük a rendőrséget, mert hogy alapvetően ők azok, akik a leggyorsabban tudnak intézkedni, és akkor talán ennek valami visszatartó ereje lesz. Így van. Két dolgot szoktunk tanácsolni. Az egyik tanácsunk az, hogy lehetőség szerint próbálják meg a legjobban ezt dokumentálni. Hangfelvétel, videófelvétel, fénykép, bármi egyéb olyan eszköz jó ilyenkor, ami bizonyítja, hogy ez valóban megtörtént. A másik pedig, ami kiemelendő, hogy a választásokra tekintettel a rendőrfőkapitányság, az országos rendőrfőkapitányság úgy szervezi meg a járőrszolgálatát, hogy minden szavazókörbe 15 percen belül kiérhessen a rendőr szükség esetén. Én magam is egyébként láttam legalábbis Budapesten, hogy cirkálnak a rendőrautók egész nap, úgyhogy én javasolnám a feljelentés megtételét is, tehát a rendőrség értesítésre. Oké, köszi szépen. Köszönöm szépen. Megnézzük, hogy érkezett-e hívás, de közben egy kommentünk érkezett. És azt elmondjuk, vagy el? Így van. Júlia fog válaszolni a kérdésre. Egy kommentő azt kérdezi, hogy tudja, hogy óvodában és iskolában tilos kampányolni, ez a szabály megváltozott-e? Gyerről választottunk, illetve egy hívás beérkezett. Közben egy hívásban is vagyunk. Aha, Júlia, akkor kijönnél egy kicsit? Az volt a kérdés, hogy nem lehet óvodában, iskolában kampányolni, kommentben érkezett, hogy lehet-e, és ha nem, akkor miért nem? Így van, nem lehet kampányolni, ez jogsértő. Több
többféleképpen is jogsértő. Egyrészt a választási eljárás alapelveit is sérti az, hogy egy politikus kiskorú gyerekeket felhasznál arra, hogy saját magát népszerűsítse. Másrészt pedig a nemzeti köznevelési törvény is tiltja mindenféle politikai célú tevékenységet óvodákban, iskolákban. És alapvetően a legáltalánosabb, meg leghatékonyabb módszer ilyenkor az a választási kifogás írása a helyi választási bizottságnak. Ennek az a módja, hogy 3 napon belül kell benyújtani egy ilyen írásbeli kifogást a bizottságnak, és hogy 3 napon belül hozzon döntést, tehát elég hamar lemegy az egész eljárás. És ennek a írásában ti nyújtatok segítséget a válaszokkal? Van is ilyen mintakifogásunk, amit felhasználhatnak, de a kicsit bonyolultabb, akkor mi magunk megírjuk. És amúgy szerencsére elég eredményes szokott lenni, tehát most már azért így első, tehát most már egy helyi szinten is egyre többször szokták megállapítani, és adott esetben ilyen több 100 000 forintos bírságokat is kiszoktak szabni. Úgyhogy talán most már lesz ennek hatása. Oké, köszönjük a választ, és hogyha már itt vagy velünk, akkor kihasználnám az alkalmat, hogy megkérdezzelek, hogy neked a mai nap folyamán milyen hívásaid voltak, vagy így akár az elmúlt hetekben, mert hogy ugye elmondta Attila, hogy ez a forradó, tehát nem csak a mai napon működik, hanem már a kampány időszak alatt is működött. Hát az egyik ilyen tipikus hívás, amiket kapunk, azok szavazatszámlálóktól jönnek, és egy gyakori probléma, hogy a jelöltek által delegált szavazatszámlálóknak nem engedik, hogy ugyanazokat megtehessék, mint az önkormányzat által választott tagok. Tehát például nem mehetnek ki a mozgóurnával, vagy azt mondják, hogy nem kezelhetik a névjegyzéket, tehát ilyesmi. És hát erre azt tudjuk mondani, hogy nyilvánvalóan ez is jogsértő, mert a delegáltaknak ugyanolyan jogosítványok vannak, mint a választott tagoknak. És általában, hát nem általában, de van, hogy ez elég szokott lenni, ha megmondjuk, hogy mondják el nekik, hogy a választási törvényben benne van, hogy ők ugyanolyan jogokkal, kötelezettségekkel bírnak, mint a választott tagok, van, hogy ennek úgy engednek, és akkor megoldódik. Hogyha nem sikerül, akkor viszont jegyzőkönyvbe kell venni, és akkor megint csak ez marad, hogy akkor utána kifogás lehet írni. És ez a kifogás utána bármi befolyásol, van gyakorlatilag csak élet az állampolgára, az állampolgári jogával is? Hát inkább ez az utóbbi. Tehát, hogy emiatt nem fogják mondjuk megsemmisíteni az adott körzetnek az eredményeit, de mondom azért van, hogy elég az, hogy ott látják a választott tagok, hogy kérdezik. Ez a forradó szerintem? Akkor nézzük meg gyorsan, hogy mi történik. Ott van. Attilánál van szerintem a forradó. Álljunk ide. Hát nem mindegy, elvileg fel kell, hogy ajánlják a borítékot, de hogyha nincsen, nem teszik borítékba, akkor is érvényes a szavazat. Szóval ez nem jelent problémát a szavazat érvényes érszempontjában. Igen. Egyedül a nemzetiségi szavazatnál kell, mert azt máshol számolják, és azt lezár borítékba kell tenni. Akkor nem lesz baj. Nagyon szívesen, minden jót, viszontlátásra. Na, én felültem még egy borítékos kérdés. Igen, technikai kérdések azért vannak. És előtte is csörgött? Jól hallottam, amíg beszéltünk? Igen, de megint egy olyan probléma volt, ami már szintén jelentkezett ma többször, hogy EU-s állampolgár, aki egy olasz hölgy volt az, aki ugye jogosult részt venni a választáson, és hogy kapott is értesítőt a Nemzeti Választási Irodától, és elment, és arról tájékoztatták, hogy az ő választási státusza az passzív, amit én nem pontosan értek, megkértem, hogy továbbítsa nekünk az értesítőjét, meg az ő személyes adatait, és akkor fogunk neki, vagy a számára készíteni egy levelet, amivel információt kér a Nemzeti Választási Irodától, hogy tulajdonképpen mi történt, és miért nem tudott élni a választójogával. Ez még annál érdekes, hogy valakinek van ilyen passzív... Nem tudom, miről van szó, szóval valószínűleg itt azért az angol-magyar közötti fordítási, nem is tudom, nehézségek is gond, hogy nem tudom, hogy ez mindent, tehát ő hogy nyilván olaszból próbálja meg angolul kifejezni magát, amit én az angolból magyarul próbálok megérteni. Szóval ez pontosan jogilag milyennek tartalma, azt most nem tudom megmondani, úgyhogy ezért kellnek az iratok. Jó, de azért ízik a vonal, úgy látjuk, úgy tapasztaljátok, meddig tudnak titeket ma hívni? Hát 10-ig biztosan, addig biztosan rendelkezésre állunk, de hogyha azt tapasztaljuk, hogy mondjuk komoly problémák vannak az eredmények tekintetében, vagy bármilyen más olyan esemény lesz, amihez jó, hogyha mi elérhetők vagyunk, akkor fogjuk ezt tovább is folytatni. Uh-huh. És még a jövő héten... Ezt akartam kérdezni, hogyha valamit tapasztalnak, akkor holnap után, mert mondtátok ezt a 3 napos határidőt. Igen, péntekig biztosan el lehet érni a fordult útot, ha utána van bármi, akkor pedig a TASZ-nak az általános elérhetőségein lehet bennünket keresni. Illetve a választás, hogy azt mondom, hogy ez folyamatosan élni fog, és ezt nézzük.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a kitartó vasárnapi munkátokat, köszönjük a nézőknek, hogy néztek minket, és ezzel véget ért a TASZ idei választási blogsorozata, és meglátjuk, hogy 4 vagy 5 év múlva folytatjuk-e. Sziasztok!